46-an haltak meg vasárnap koronavírusban Magyarországon. Ez a szám október vége óta nem volt ilyen alacsony, közölte az operatív törzs. Minden más járványügyi mutató viszont romlott. Január eleje óta nem nőtt ekkorát egy hétfői napon az új fertőzöttek száma. Emelkedésnek indult a kórházban ápoltak száma is, miközben egy hónapja nem voltak ilyen sokan lélegeztetőgépen. Orbán Viktor miniszterelnök is óvatosságra intett emiatt a parlamentben. A járvány görbe 10 napja nem csökken. A második hullám lefelé tartó szakasza megtorpant. A szakemberek szerint, bár ők sem állítják ezt biztosan, a ragályosabb vírus mutáció miatt ismét emelkedő tendencia jöhet. A miniszterelnök szerint éppen ezért szükség van a novemberben bevezetett korlátozások szigorú betartására. Orbán Viktor szavai szerint nagyon nagy vita zajlik az újranyitás idejéről és módjáról. Ezért indít a kormány 7 pontos nemzeti konzultációt erről. A korlátozások feloldásának feltétele, hogy minél több vakcina legyen az országban. Amint lesz elég vakcina, hozzákezdünk a korlátozások fokozatos és felelősségteljes enyhítéséhez. Az ellenzéki pártok közül a Jobbik frakcióvezetője elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormány olyan vakcinákat akar ráerőltetni a magyar emberekre, amelyekben szerinte nem bíznak. Ez, miniszterelnök úr, nem más, mint egy emberkísérlet, kettő zsarolás. Én nagyon jól tudom, hogy az ön haveri körében a zsarolás az egy menő dolog. De ez itt nem Oroszország, meg nem Kína, hanem Magyarország. A Párbeszéd frakcióvezetője a kormány tette felelőssé a romló járványügyi adatokért. Szerinte az Orbán Viktor vezette kabinet tavaly nyáron, majd ősszel túlságosan könnyelmű volt, ezért kell most ilyen sokáig fenntartani a korlátozásokat. Többek között az a Jakab Ferenc is, aki önnek ad tanácsot, arra figyelmeztette, hogy így elképesztő nagy bajok lesznek ősszel, és gyors vonatként fog átrobogni rajtunk a járvány. Ehhez képest ön mit csinált? November 2-án még 20 ezer fő előtt tartott foci meccset csak azért, mert nem tudott lemondani a beteges hobbiáról. Orbán Viktor válaszában azzal vádolta meg az ellenzéki pártokat, hogy a védőoltás ellen kampányolnak. Megismételte, hogy a kormánynak minden ember élet számít, és arra kért mindenkit, vegyen részt a nemzeti konzultációban.